A hónap diákjai ismét díjazták az elmúlt időszak legsikeresebb tanulóit. Gondoskodó létszámleépítés, az Acél Alapítvány támogatási lehetőségeiről tartottak előadást az iparkamarában. Vége a sorbanállásnak, már interneten vagy akár okostelefonon is befizethetjük számláinkat. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Megünnepelték az elmúlt időszak legsikeresebb diákjait. Ebben a hónapban Friedrich Népető Ilona, a polgármesteri kabinet vezetője adta át az elismerő okleveleket. Szeretettel gratulálok neked! Ismét átadták a hónap diákja elismeréseket. A díjazottak egymás után kapták a gratulációkat, és büszkén meséltek az eredményeikről. Előadtuk a Tök Fesztiválon a tökös mesénket, és arról szólt, hogy a kis tökös az nem érezte jól magát a dinnyék között, elindult világot látni, szerelmes lett, megérkezett egy kis faluba, ott nagyon sok barátot szerzett, megmérkőzött tökfejjel, és ott nyert, és utána nagyon nagy bulit csaptak, és ezért lett a műsorunknak a címe az, hogy Tök jó világ. Az ország legjobb távolgró csapata lettünk, és először egy ilyen megyei verseny volt, és azt is megnyertük. Aztán tovább jutottunk az országosra, ami Budapesten volt. Tavaly évben még részt vettünk egy eltwinning projektben. Úgy látom a Gárdonyi iskolában, meg az Arany János iskolában is. Olyan kislányok vannak, akik bár nehezen, de összeegyeztetik a tanulást a sporttal, illetve a táncművészetekkel. Gratulálok! Ebben a hónapban Friedrich Népető Ilona, a polgármesteri kabinet vezetője adta át a díjakat. Mint mondta, az elismerés azoknak a fiatal tehetségeknek jár, akik kiemelkedtek a tanulás, a kultúra, a sport vagy a közösségi élet területén. Ez azért olyan fontos, mert nem csak a családjuk, nem csak a pedagógusaik, nem csak az osztálytársaik tudnak arról, hogy ők remekeltek, hanem maga a város polgármestere is tud róla, és elismeri a munkájukat. A hónap diákja kezdeményezés tavaly indult el Dunaújvárosban. Azóta minden hónapban közzéteszi az Info Dunaújváros folyóirat azoknak a tanulóknak a méltatását, akiket iskolájuk kiemelkedőnek tart. A hónap diákjaira a www.infodunaújváros.hu honlapon lehet szavazni, s a legtöbb voksot kapó növendék oklevélben és ajándékutalványban részesül. A DSTV által megkérdezett diákok most is nagyon boldogok voltak, hogy ők lehettek az elmúlt hónap legjobbjai. Nagyon örültünk neki, igazából matottuk ezt az egészet meg, hogy nekünk ide kell jönnünk. Még nem tudtuk, hogy mit fogunk kapni, hogy mi lesz ennek az eredménye, és nagyon szeretnénk, hogyha ez tovább így lenne, és még egyszer eljöhetnénk ide. A diákok a rendezvény végén egy közös fényképpel örökítették meg a boldog pillanatot. A kabinet vezető hozzátette, az önkormányzata jövőben is folytatja a kezdeményezést. Andrész Klaudia, gratulálok neked! Vállalkozások támogatása acélalapítványi eszközökkel. Ezzel a címmel tartottak előadást a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában. A rendezvényt az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Dunafer Foglalkoztatásért Acél Alapítvány szervezte. Ez is abban az irányban mutat, hogy minél magasabb feldolgozottságú termékeket tudjunk elkészíteni, és ezt magasabb áron tudjuk eladni, és a portfóliót javulja. Mezőközi András az ISD Dunafer HR igazgatójának cégbemutatójával kezdődött az előadás. A DKIK-ban megtartott fórum célja az volt, hogy az Acél Alapítvány által patronált munkavállalókat alkalmazzák a helyi és környékbeli vállalkozások, amelyek így támogatásban részesülnek. Az alapítványnak az a célja, hogy gondoskodó módon, tehát egy outplacement programmal azokat a munkavállalókat, akiket nem foglalkoztatnak tovább az Unafel ZRT cégcsoportban, velük foglalkozzunk, és egy olyan lehetőséget kapjanak, hogy
tréningeket, képzésekkel alkalmassá tesszük őket, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek. A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos az, hogy ezzel a programmal mindenki nyerjen, hiszen a munkáltató szakképzett munkaerőt valamint támogatást kap, az álláskereső pedig munkahelyhez jut. Mezőközi András elmondása szerint a projekt népszerű és eddig nagy sikereket ért el. Úgy gondolom, hogy sikeres, 98 kolléga jelentkezett az alapítványba, és azért sokan közülük már el is helyezkedtek, illetve van egy olyan program, akiket a nyugdíjig eljuttatunk, tehát nem maradnak ellátatlanul. Tehát ez egy pajzsként szolgál ahhoz, hogy ne kerüljön valaki egyrészt a munkaerőpiacra, illetve szolgálati időt tudnak szerezni, és ebben az esetben nem maradnak ellátatlanul. Az Acél Alapítványhoz nem kötelező választani, ez egy kérelemre irányuló rendszer, tehát ez kérelem alapú. A munkakeresők az Acél Alapítványon keresztül jelentkezhetnek a programba. Ezt követően különböző képzéseket végezhetnek el, amely segíti őket az újbóli elhelyezkedésben. Csekkbefizetés telefonról. A postai csekkeken is megjelentek a QR kódok, így sorban állás nélkül az interneten vagy akár az okostelefonon is befizethetjük számláinkat. Vége a sorbanállásnak. Januártól ugyanis megváltoznak a postai csekkek. Megjelennek rajtuk az úgynevezett QR kódok, amelyek segítségével bárhol és bármikor ki lehet fizetni a számlákat. Így néz majd ki a QR kóddal ellátott sárga és fehér csekk. A szolgáltatás igénybevételéhez nem kell más tennünk, mint letöltenünk a Magyar Posta oldaláról az iCheck nevű mobil fizetési alkalmazást, majd az okostelefonunk kamerájával beolvastatni a csekken feltüntetett QR kódot. Ezt követően pár gomnyomással végrehajtható a fizetés. A sárga és a fehér csekkeken a csekkelőállítók számára kötelező lesz az úgynevezett postai QR kód megjelenítése. Ennek a QR kódnak a segítségével tulajdonképpen a csekk bárhol és bármikor befizethető lesz, az ügyfélnek nem kell mást tennie, mint az okostelefonjára letöltenie a Magyar Posta mobil applikációját, üzleti mobil applikációját, amelyben elérhető az e-check szolgáltatás, és ezt követően a befizetés végtelenül egyszerű, a telefon kamerájával be kell fotózni a QR kódot, és ez rá fog vinni majd arra a felületre, ahol gyakorlatilag a fizetési tranzakció végrehajtható, pár lépés az egész, nyilván egy előzetes regisztráció azért szükséges hozzá, amikor először akarja az ember ezt használni, de itt tulajdonképpen a nap 24 órájában bármikor be lehet fizetni a csekket, és ez kártyás vásárlásnak minősül egyébként. A csekkeken 2015. január 1-től lesz kötelező a QR kód feltüntetése. Stábunk megkérdezte a dunói városiakat is, hogy mit gondolnak az új digitális lehetőségről. Mindenképpen az újítás, és így többféle módon is meg lehet tenni, akkor az némely embereknek beválhat. Még hát így ezért nem is kell bevenni a postára. Biztos, hogy jó, de nekünk nincs internet, mert nyugdíjasok vagyunk, és gyerekeknek van, de nekünk nincs, úgyhogy mi továbbra is ablaknál állunk, de jó, biztos, hogy jó. Gyorsabb, biztos, hogy szuper lesz. Én mondjuk mindent interneten fizetek, mindent utalást, mindent ott csinálok, tehát nekem sárga csekk nincs, úgyhogy szerintem ez meggyorsítja az embereknek a pénzbefizetés, meg nem kell sorba állni postán. A Magyar Postának nem ez lesz az első mobil applikációs újítása. Október 30-án egy üzleti alkalmazást is elindított az ügyfelek számára. Posta és irányító számkereső, illetve csomagnyomon követési lehetőséggel. A díjkalkulátor segítségével pedig megtudhatják, mennyibe kerül feladni egy csomagot. Hát még nincsen régóta bevezetve az új mobil applikáció, de azt látjuk egyébként, hogy nagyon-nagyon sokan letöltötték már, úgyhogy az első jelek igen biztatóak, és bízunk abban, hogy minél többen fogják ezt használni, és természetesen, mint ahogy minden mobil applikációt, ezt is folyamatosan fejlesztjük, frissítjük, és megpróbálunk az ügyfélgényeknek minél jobban megfelelni. Apáti Tóth Kata hozzátette. A mobiltelefonos applikációban játékok is elérhetők, amellyel a Magyar Posta a fiatalabb korosztályt szeretné megszólítani, hogy minél szélesebb körben vonzóbbá váljon a fejlesztés. Egészségnapot tartottak az Arany János Általános Iskolában. A rendezvényen a diákok kóstolhattak glutén- és cukormentes ételeket, illetve egy zöldség-gyümölcs szobor kiállítást is megtekinthettek.
A kocka, mert azért, mert tök jó neve van, mert az a neve, hogy Ubin kocka. Bálintnak az Ubin kocka tetszett a legjobban a zöldség-gyümölcs szobor kiállításon, amelyet az Arany János általános iskolában rendeztek. Az eseményen a diákok megkóstolhatták a gluténmentes ételeket, illetve olyan süteményeket, amelyek cukor nélkül készültek. Ezen kívül a diákoknak lehetőségük volt sportolni is. Az egyik teremben az alsó tagozatosoknak vetítés volt az egészséges táplálkozásról, illetve előadást hallhattak a biztonságos közlekedésről is. Az általunk megkérdezett gyermekek közül mindenki nagyon jó dolognak tartja az ilyen napokat, és szívesen kóstolgattak a különféle egészséges ételekből. Kóstolgattam, fociztam, nagyon jó. Az Arany János általános iskola hagyományai közé tartozik az egészségnap is. Ezen a napon az intézmény arra törekszik, hogy a gyermekek részesüljenek minden jóban, amit a lehetőségek megengednek. Az egészségnapon a tanárok próbálják felhívni a figyelmet az egészséges étrendre és az egészséges ételekre. Évek óta már ezen a napon, vagy november utolsó hetében egészségnapot tartunk. A célja pedig az, hogy a gyerekeket megismertessük az egészséges ételekkel, az egészséges életmóddal és az egészséges életmódra neveléssel. A patronáló tanár hozzátette, a kezdeményezést a jövőben is folytatják majd, és törekednek arra, hogy minden évben egy kicsivel többet tudjanak nyújtani a diákoknak az egészségnapon. Egészségmegőrzés helyes táplálkozással. Samu Terézia orvos tanácsadó tartott előadást az egészséges életmódról, illetve arról, hogyan előzhetők meg a daganatos betegségek. A Dunai Városi Főiskolán megrendezett tanácsadáson több százan jelentek meg. Ne együnk olyan tápláléknak nevezett dolgokat, amikhez alapvetően nem szoktunk hozzá, és tudjuk, hogy káros. Ez tökéletesen ellentétes a hivatalos táplálkozási piramissal, például ne együnk gabonafélét, burgonyát, rizst, kukoricát, gyorsan felszívódó szénhidrátot, teljes tejterméket, és azért a hüvelyesekkel is van még egy kis gond. Ne főzzünk olajjal, ez mondjuk a táplálkozás oldal, és mivel ma a 21. században itt Magyarországon 66-hoz képest kb. ötödét tartalmaz a hasznos anyagoknak a frissen leszedett zöldséggyümölcs, a frissen leszedett, gyakorlatilag ezt muszáj étrendkiegészítővel pótolni. Ez pedig csak minőségével érdemes, természetes alapú, természetes kivonatokkal, amiben a növényi tápanyagok, a növényi úgynevezett fitonutriensek is benne vannak, hiszen ezek szükségesek ahhoz, hogy jól működjünk. Csütörtökön tartósan borús idő várható, csapadékra azonban nem számíthatunk. Továbbra is marad a hideg idő, mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. A hónap diákjai ismét díjazták az elmúlt időszak legsikeresebb tanulóit. Gondoskodó létszámleépítés, az Acél Alapítvány támogatási lehetőségeiről tartottak előadást az iparkamarában. Vége a sorbanállásnak, már interneten vagy akár okostelefonon is befizethetjük számláinkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.